Nyafi, a 2,5 éves keverék kan félénken jött közelebb a kenel rácsaihoz. A kamerától kifejezetten rettegett, de pár kedves szó után feloldódott egy kicsit. A jámbor kutyus most még a nyíregyházi állategészségügyi telepen él, de remélhetőleg egyszer hűséges társa lesz valakinek. A gazdinak pedig onnantól kezdve adatszolgáltatási kötelezettsége lesz a 3 évenkénti ebösszeírások alkalmával. Az adatapok kijutatása az június 1-től történik, folyamatosan a lakosság felé. Ezeknek a visszajutatása, a kitöltött adatlapok visszajutatása az 15 napon belül kell, hogy megtörténjen, legkésőbb augusztus 31-éig. A kitöltött adatlapokat azt mindig ebbenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. Vagyis tartalmaznia kell többek között a kutya csipjének sorszámát, a beültetésre vonatkozó adatokat, az utolsó veszettség elleni oltás időpontját, az oltóanyagot és gyártási sorszámát, de az állatorvosának nevét is. Az adatszolgáltatásra minden 4 hónaposnál idősebb app tulajdonosának kötelezettsége van. Elmulasztása korábban 30 000 forintos bírságot vont maga után, ez idén 150 000 forintra emelkedett. Az eddigi tapasztalatok pozitívak, szép számban érkeznek vissza már most is a kitöltött, illetve benyújtott adatlapok. Ugye ennek a határideje augusztus 31, hogy visszaérkezzen az összes, ez a közeljövőben fog kiderülni, hogy mekkora mennyiség lesz ez. Az ebösszeírás célja, hogy a benne szereplő adatok segítségével a hatóság elláthassa a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatokat, valamint veszettség elleni, járványvédelmi megelőzési célokat is szolgál. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizhetik.